Turizmus és Városmarketing szerdán hallgatta meg a Homán Bizottság azt a négy jelöltet, akik érvényes pályázatot nyújtottak be a Nagykanizsai Turinform iroda vezetői pozíciójára. Az ötödik pályázatot formai hiba miatt utasították el. A bizottság a jelentkezők meghallgatása után úgy döntött, egyik jelölt mellett sem tesz ajánlást a honlapi közgyűlés felé, így a pályázók egyenlő esélyekkel és feltételekkel indulnak a csütörtöki meghallgatáson. A Humán Bizottság összesen 7 napi rendi pontot tárgyalt ezek közül egyet zárt ülésen.